két ellentétes félidő volt. Mondom őszintén, sokan meg is lepődtek egy kicsit, hiszen azért nagyon sok hibát követtünk el, főleg támadásban, meg a védekezésen volt elég kemény. Mi volt ennek az oka, vagy valami különleges oka? Nem volt különleges oka, és nyilván én nem ezt vártam, de a meglepődéstől nagyon messze voltam, mert törvényszerű, hogy azt, amit az Odense, a Vác, meg előtte a mérkőzéseken hoztunk, ezt nem fogjuk tudni egész minden mérkőzésen folyamatosan 60 percig hozni. És ráadásul, ha találkozunk egy olyan jól játszó, nagyon technikás, szimpatikus kézilabdát játszó csapattal, mint a Vilcea, akkor egy szoros félidőt játszunk, és előfordul, hál' Istennek nem sokszor a győri Audi arénában, hogy az ellenfél vezet. Az a különlegeség is megtörtént, hogy 14 perc alatt a másik időben dobtunk annyi gólt, mint az első időben összesen. Mondtál valami különlegeset a csapatnak a fél időben, vagy csak azt kérted, hogy higgyenek magukban és menjenek tovább azt csinálva, amit tudnak? A helyzeteink megvoltak az első fél időben is, tehát nagyon változtatni nem kellett, inkább megnyugtatni őket, és egy picit arra fókuszálni, hogy nem kell azon a sebességen mozogniuk a kapus ellen, mint amit egyébként mozgunk. Tehát túl gyorsak voltunk, túl gyors döntéseket hoztunk a kapus ellen, egy picit higgadtabbak voltunk, kivártunk, megnéztük az üres területeket, és már is ott voltak a helyzetek. És hát ami az első fél idő, első 11-2 percében történt, az nyilvánvaló, az az igazi Eto'o, és nagyon büszke vagyok a lányokra, nagyon gratulálok nekik, de azt tudomásul kell venni, hogy ezt 60 percig folyamatosan egész szezonban nem fogjuk tudni tartani. Ez illúzió. Nyilván erre törekszünk, és nagyon szeretnénk, de vannak realitások, azt is tudomásul kell venni, hogy nem vagyunk gépek, benne van a hiba a játékban, de a hiba után így fel tud állni a csapat, akkor csak dicséret illeti. Nagy menet továbbra is, hiszen szerdán bajnoki mérkőzés idegenben, aztán utazni kell Podgoricára, ahol legutóbb is egy nagyon komoly összecsapás volt. Hogy látod az előttünk álló hetet? Ugyanúgy, amit mögöttünk hagytunk itt most már nem tudom én hány hete, egy nagyon komoly terhelés alatt vagyunk, bajnokik, utazás, ugye sajnos a Covid helyzet plusz adta egyéb olyan dolgok, amik hála Istennek nagyon jól vannak nálunk kezelve és megszervezve. Csináljuk a dolgunkat, szerdán egy teljesen új mérkőzés lesz, arról nem is beszélve, hogy a hétvégén Podgoricán pedig egy egész másfajta megmérettetés, hiszen a Podgorica egy nagyon kemény, egy nagyon fizikálisan nehéz ütközet elé állít bennünket, de állunk elébe minden elé. Mondjuk azt azért, hogy sok olyan játékos van, akivel újra találkozunk, akár itt a Vilceában, mire González visszatért Győrbe, a Smergo is ugye rövidebb itt voltak. Például most ex-játékosunkkal Andrea Lekicsel is lehet majd találkozni, akivel a híresen jó viszonyban voltál már, beszéltél vele esetleg? Igen, már váltottunk egy üzenetet, és mindig nagyon jó érzés, hála Istennek van kikre emlékezni, és nagyon jó szívvel gondolunk, és tényleg ma az Asztmára vagy a Mirelljára is, bár a Mirelja meg az Asztmama egy kicsit bosötölt az órunk alá, de ez a dolguk, hála Istennek jól játszottak. Úgyhogy ezt így is kell csinálni, de valóban a Lekics, de ne felejtsük el a Katyát is, aki már abba hagyta, de biztos kijön a mérkőzésre. Vagy a Radicevic, így van, tehát jó érzés velük találkozni, és tényleg nem csak a mérkőzés, hanem az ilyen találkozókat is jó érzés várni.